olimpiai bajnoknak, látjuk a vívódását, ha vívó, akkor látjuk, de egyébként nem látjuk. Tehát látjuk azt, hogy eltörik a kard az edzésen. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép hetente jelentkező portréműsorunk. E heti vendégem, hát tulajdonképpen lassan most már 30 éve úgy egyvégtében a csúcson van. Én azt is megkockáztatom, hogy kívülről legalábbis úgy tetszik, hogy amihez nyúl, az arannyá változik. Az egyik leginkább rajongott magyar énekes előadó, vagy ha úgy tetszik, sztárbárő ezt a kifejezést, kevésbé szereti. Egyfajta mítosz is körüllengi tevékenységét, úgyhogy ha megengednek egy személyes megjegyzést, magam részéről az egyik leginkább várt találkozás következik a december közepén dupla aréna koncertre készülő Ákossal. Üljön! Neked egyébként a neveltetésed, és az, ahonnan jössz. Olyan könyveket adtak a kezedbe, elvittek színházba, meg jó, is van. Hát én egy polgári életet értem, annak ellenére, hogy a szüleim tönkretett polgárcsaládból származnak, pontosabban nem egyből, hanem két különböző irányból, és akkor a gyerekekhez való hozzáállás is teljesen más volt, amikor én születtem és felnőttem. A szüleim ráadásul vártak, szerettek, egy nagyon mondjuk úgy szerény anyagi körülmények között élő családba érkeztem, de ami akkor nem számított kuriózumnak, volt úgynevezett szellemi élet, voltak a korosztályunknak vagy a korunknak megfelelő könyvek, amiket anyám, apám a kezembe adott, igen, elvittek színházba. Szóval ezt úgy szokták régen mondani, hogy volt gyerekszobánk, de hát ugye ma már ezek a mondások kimentek a divatból, annyira átalakult a világ. Volt valami olyan közös tudásbázis, amit jobb szó hiány műveltségnek neveznek, amit a szüleink megpróbáltak a fejünkbe betölteni, vagy nekünk átadni. Hát most nyilván ez is csorbult valahol, mert én popénekes lettem, és nem mondjuk azt a szép szakmát folytattam, amit nagyjából 1758-ig visszavezett édesanyám családfája, hogy itt a jogász volt mindenki. Ez könnyen lenyerték? Nem. Hát erről van egy történetem, amit már többször közreadtam, de szívesen elmondom, hogy éppen a 10. lemezem jelent meg, akkor édesanyám már nem élt, és akkor apámnál megjelentem a lakásban, amit mondjuk úgy képzeljünk el, hogy festmények a falon, gyönyörű állólámpa, a nagyapám ezüst cigarettatárcaja a kerámiatában, a Wiedermeyer dohányzóasztalon, apám ül, és akkor megérkeztem hozzá, és azt próbáltam neki elmesélni, hogy apa, képzeld el, diákcsínynek indult az egész a gimnáziumba, és ma megjelent a 10. lemezem, és ez már nem véletlen. És akkor apám üveges tekintettel elnézett a fejem fölött a távolba, és azt mondta, értem én, kisfiam, de mikor lesz már neked végre egy rendes állásod? És akkor megértettem, hogy ez a 10 lemez se elég, hogy ez a félelem lényegében elmúljon. De azért mára csak elmúlt. Hát mára el, már, mert azt megértem ezen a szent helyen éppen egy krúdi est után, hogy apám könnyes szemmel félrehívott, és azt mondta, hogy nagyon tetszett neki a műsor, elképesztő, még azt is mondta, hogy tehetséget lát bennem, amiatt azt most itt a tévénézőknek ezt nem tudjuk átadni, hogy ez milyen jelentőségű kijelentés, ez körülbelül az én apám milyen formán megdicsér engem, az a Nobel békedíj, a fizikai Nobel-díj, a hős anya, a hős város érdemrend és a Grammy-díj egyidejű átnyújtásával egyenértékű, és azt mondta, hogy sajnálja és bocsánatot kér, hogy annak idején nem engedtek a művészpályára. Azért ez nagy pillanat. És akkor én könnyek között az apám nyakába borultam, és mondtam, hogy apa, egyáltalán nem baj, ne sajnálkozz, nincs semmi bennem, se fájdalom, se harag ezügyben, örülök, hogy megküzdhettem azért, például azért az estéért, ezért az elismerésért, és hogy valahogy biztosan egészen másképp alakult volna a sorsom, hogyha támogatnak engem abban, hogy mit tudom, egy filmrendező legyek. Hát most milyen realitása volt a filmrendezői létnek mondjuk a 80-as évek közepén Magyarországon, ahol 400 éhező ám, de kiképzett és lehetőségre váró filmrendező kaparja a küszöböt, és állami költségvetésből mondjuk évente 10 film készül. Biztos vagy benne, hogy könnyebb lett volna?
Biztos vagy benne, hogy nehezebb lett volna. Nehezebb lett volna, hisz az emberben van egy dac, nem? Egy bizonyítási vágy. Megmutatom akkor is nekik is, és a világnak hát is. Hát így se volt könnyű, de én örülök, hogy így a saját utamat taposhattam ki. Tehát édesanyád... bizonyos értelme sikerült. Édesanyádnak ezt a fajta elismerését, azt megkaptad? Igazán nem. Ő írtozott attól, hogy... Tehát ettől az egész művész léttel kapcsolatos sztereotípiáktól, amelyek nagy része egyébként igaz. Tehát ő nagyon féltett engem, amikor ezt bejelentettem 16 évesen, hogy én filmrendező leszek, most már tudom, mert hazajöttem a Lángművelődési Központból, ahol éppen Pasolini, Fellini, Antonioni retrospektív vetítésben, és hát mondott, hogy most már megmorsát, tudom végre mi. Anyám várta, hogy az lesz, amit már régóta tud, hogy jogász leszek, és akkor mondta, hogy filmrendező leszek, hát ő elájult. És hát nyilván nagyon féltettek az úgynevezett művész sorstól, mert nem is minden alap nélkül azt gondolt egy normális polgári foglalkozású ember, mind a ketten a statisztikai hivatalban dolgoztak, hogy a művészek azok ülnek egy füstös kocsmában és piálnak reggeltől estig. De a tehetség jelen valóságát, azt tudták róla? Nem tudom, hogy mit tudtak ebből, nagyon kis gyerekkoromtól kezdve felnőttként kezeltek. Hát az első zenekaroknál egy picit furán néztek, ez kétségtelen. De miután a tanulás jól ment, az egyetemre fölvettek, gondolták, hogy ez ilyen fiatalkori, minek nevezzem, ilyen mellékvágánya, majd csak kinövöm el az ilyen irányú vágyakat. És ezek egyre erősebbek lettek, olyannyira, hogy mikor másodéves voltam az egyetemen, akkor írtam alá életem első lemezszerződését. A magabiztosságod, a határozottságod és az elhűség az édesanyától eredeztethető, ő úgy tudom, egy elég kemény asszony volt. Hát ő egy tipikusan a kor gyermeke volt, ugye ez a háború utáni generáció, ő 41-ben született, ugye először is megtapasztalták, hogy kevés férfi van, tehát egyszerűen férfi szerepeket is föl kellett vegyenek a nők. A nők, ugye ekkor jött az emancipációnak az a hulláma, ami a vezető állások felé is hajtotta a nőket. Többet is keresett, mint édesapám, tehát magasabb beosztás volt a hivatalba. Nagyon határozott valaki volt, hogy ez tőle jön-e, sok minden tőle jön valóban, de hát apámtól is örököltem rengeteg mindent. Igazából nem tudom behatárolni. Az érzékenységet és a művészet iránti hajlamot, affinitást. Azt anyai nagyapámra vezeti vissza a családi legenda, szóval sokszor hallgatóztam én, amikor a szüleim a konyhába beszélgettek, hogy te jó Isten, kire jutott ez a gyerek. Ott Rajmúj nagyapám neve merült fel többször. Ő királyi táblabíró volt, egy jelentékeny figura mondjuk így a jogászi közéletben, háború előtt és után is. És hát őt bohém embernek, nagy természetű embernek ismerték, és amellett, hogy jó hírű jogtudor volt, emellett aukciókra járt, maga is festett, sakkbajnok volt, engem ő tanított sakkozni, és hát neki voltak ilyen kilengő hajlamai. Máig találok szálkás betűvel írt leveleket a fiókba, amit nagyanyámnak ír, hogy ahol tagadja a vádakat, hogy ott különböző hölgyismerősökkel hozza kapcsolatban. De a tagadás hevességéből kiolvasható, hogy talán nem minden jogalap nélkül említette föl ezeket a dolgokat nagyanyám. Tehát jobbára ez az én szabálytalan Rajmúj nagyapám merült fel a családi beszélgetésekben. Őt jól ismertem, és 10 éves voltam, amikor meghalt. Tehát emlékszem, most is itt van a nyakamon a tenyere, mert úgy mentünk mindig az utcán, amit akkor nagyon utáltam, hogy úgy vezetett, hogy a nyakamon, itt a tarkomon tartott a tenyerét. Ez szerintem ilyen évszázadokkal ezeti szokás volt, és azt akkor nagyon utáltam, most meg nagyon jelzik. Látom, a szemem is egy kicsit bepárásodott. Igen, egyáltalán hát, szerettem őt. Megütötte egy szó a fülemet, amikor azt mondtad, hogy emancipált világ édesanyád kapcsán, holott egy 90-valahányos interjúban te kijelentetted a létező legnagyobb határozottsággal, hogy úgy, ahogy van, te nem hiszel az emancipációba, a nő férfi közti egyenjogúságba. És erről téged, amíg élsz, senki nem fog meggyőzni. Mármint, hogy ennek van létjogosultsága. Igen, egyetértek magammal. De ez... Hát az annak ellenére, hogy ezt ma tilos kimondani. Tehát egy olyan szabad világban élünk, amiben egyszerűen képtelenség dolgokat a nevükön nevezni. Velem egyáltalán nem kell egyetérteni. Én nagyon sok gyűlölettel is találkozom azért, mert én hiszek valamiben, ami úgy, ezt tudják, hogy normalitás egyébként. És azt is megtanultam, hogy ami normalitáson kívül van, az nem normalitás, az nem normális.
De mit táplálja? Mi több abnormális. Hát mi? Hát az van itt egy 2000 éves kultúra, amiben élünk, akkor is, hogyha már csak a romjain élünk. De ez még mindig itt van. Szokták mondani, hogy mi, kinek mi a jó. Hát ez nem, barátom, van abszolút jó. Hát erről tudósít bennünket egy egész hitvilág, ami nagyjából úgy ezt a jobb sorsra érdemes Európát olyan 1700-1800, majdnem 2000 éven keresztül szervezte. De még egy mondat erejéig azért az emancipációra térjünk vissza. Mi abban a számodra elfogadhatatlan vagy kibékíthetetlen? Az, hogy körülbelül azt látom az eredményének, hogy van női súlyemelés. Most direkt sarkítok, és hogy ez kinek jó és mire, ezt most nem szeretném megvitatni senki. Nekem ez nem tetszik. A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Nem az a dolguk? Nem az a dolguk. Mi a dolguk a nőknek? Hát mondjuk a női principiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni, valakinek gyereket szülni. Kettő kizárja egymást. Lenni. Nagyon úgy tűnik, igen. Hát hogy leszel anya, mondjuk hogy töltesz a gyerekeiddel elég időt, hogyha vezető állású, nem tudom ki vagy, nem tudom hány forintért. Tehát ma mindennek az értékmérője az lehet, hogy hány forintot keres az ember, és ezt az általános egyenértékest hány, milyen szükséges, szükségtelen dologra tudja beváltani. Ez nem azt jelenti, hogy nő és férfi nem egyformán fontosak. Ott van a Mózes könyvében, a nagykönyvben, hogy férfinak és nőnek teremtette az embert, az Úristen a maga képére és hasonlatosságára. Amennyiben ez így van, egyformán fontosak vagyunk. A nő és a férfi. De hol van ebben, vagy hol következik ebből az, hogy mondjuk férfinak és nőnek egymással versenyezni kéne, teszem azt a munkaerőpiacon. Hát nem fura az, hogy a fiziognómiánk is kicsit más, hogy ideális esetben a nőnek a csípeje szélesebb, a férfinak meg a válla. Vajon miért van ez? Ezt akármeddig lesz egyenjogosító mozgalom és emancipációs mozgalom, ezt akkor se fogják, amíg nem kell kötelező jelleggel genetikailag belenyúlni az ember életbe, addig ez, míg a világ ez így lesz. Vajon miért van ez így? Hát azért a férfinak azért szélesebb a válla, hogy ő vigye a gerendát. A nőnek azért szélesebb a csípő, hogy ő szülje a gyereket. Nem is mérlegeled, amikor ilyeneket mondasz, hogy esetleg lesznek? De mérlegelem, mert 27 évet töntöttem a frontvonalba, és amikor úgy gondoltam, hogy olyasmit mondok, ami senki számára nem sértő, akkor hirtelen azt vettem észre, hogy egy feminista oldalon a konkrétan anyámat szídják. Ebben azért van némi pikantéria, nem? Ha jobban belegondolunk. Szóval az ember esze megáll. Most attól, hogy sokan mondják a hülyeséget, ebből abból nem lesz igazság számomra semmiképp. Megértem azt, hogy sérülésekkel, következményekkel jár az, ha az ember valamihez ragaszkodik, amit normalitásnak tart, és közben a világ már valami más tart normálisnak. Tehát engem ne szorítson a világ a maga világi rész igazságaihoz, mert én valami egész más igazságba hiszek. Az igaz, hogy amikor azzal vádoltak téged, az a vádért, a 2000-es évek elején, hogy náci vagy. 2002-ben történt. 2002-ben. Akkor te elgondolkodtál azon, hogy úgy, ahogy van, elmész külföldre? Igen, ez 5 napig tartott, különösen nem vagyok büszke erre az időszakra, de arra gondoltam, hogy beszélek 2 világnyelvet, megvan magamhoz való eszem, vannak olasz barátaim, már Rómában nézegettem, hogy hova fogok költözni, miért baj az, ha az én gyerekeim mondjuk a Vatikánba tanulnak. De miért mentél volna? Azért, mert ennek kiáltottak ki? Mert úgy gondoltam, hogy ez nem egyszerűen egy öv alatti ütés, hanem ez egy olyan mértékű aljasság, ami egyébként az egész bal sajtón végigfutott. Ez egyébként akkor még nem tudtam, hogy ennek sajátos módszertana van, és akkor ugye ezek a riadóláncok beindulnak egy fél mondatot kiemelnek valakinek a szövegéből. És mivel adtál te erre okot szerinted? Én semmivel, akkor Lovas Istvánnak volt egy rádiójegyzete, amit árgus szemekkel figyeltek, hogy hol lehet belekötni, és ő egy dalomat, a Bosszú népe című dalomat idézte egy rádiós jegyzet, talán Vasárnap reggel című műsorban. Vasárnapi újság. Vagy Vasárnapi újságban, és akkor erre ráugrottak. Hát... De hát itt vagyok. De mi hozott vissza? Az, hogy egy olasz haverommal leültem borozni, és azt mondta, hogy a hülyét épp ezt akarják, hogy elmenjél. Te abban az 5 napban, te a feleségeddel, inkonkrétó eldöntöttétek, hogy kész. Nem, én döntöttem tovább. El, a felesége meg mondta, hogy ne hisztizzek. És igaza volt.
Igaza volt? Egy percig nem bánod. Hogy micsoda, hogy nem mentem el? Hát azt nagyon bánnám, ha elmentem volna. Mit csináltál volna egyáltalán ott? Mit tudom én, hát előbb-utóbb egy stúdiót vagy megalapítottam volna, vagy beszálltam volna valaki mellé, vagy belevetettem volna magamat olyan tanulásban, amiben korábban nem volt módon. Őszintén nem tudom. Biztos lett volna valami. Én úgy érzem, hogy a jéghátán is megélek, de lehet, hogy ez csak egy kényszerképzet, és eltűntem volna a süllyesztőben, nem tudom, de hát valahogy a sors ezt nem így akarta. Ha úgy hozná a sors, hogy te el kell, hogy tűnj a magyar nyilvánosságból, nyilvánosságról beszélni. Már itt tartunk? Nem, akkor te le tudnál mondani annak a részéről, ami, tudom, hogy nem szereted ezt a szót, én se, a sztárság, az előlevés. Én azt hiszem, hogy erről le tudnék mondani, de ez csak éles helyzetben derül ki, hogy igaz-e. Tehát most úgy gondolom, hogy annyi terhes eleme van, hogy erről azért nem lenne egy olyan nagy lemondás lemondani. Mi a terhes eleme? Az, hogy a Hírnévnek egy olyan fokára vergődtem egy viszonylag kicsi országban, ahol tőlem állandóan várnak valamit. És ez teher? Teher, mert az nagyon ritkán esik egybe azzal, amit én várok magamtól. Tehát én például az úgynevezett sztárságnak egy csomó elejárójában nem tudok mit kezdeni. Tehát én nagyon szeretem, amikor dalt írhatok, azt nagyon szeretem. Ha készülhetek egy eladásra, mint most éppen egy felkészülési időszakban vagyunk, ennek a kínjait is szeretem, pedig rendkívül meg tudja gyötörni az embert, hogy hozunk létre, hogy csiholunk százezredszere elő magunkból valamit, amin értékelhető, mások számára is fontos, bennünket is mozgat, stb. Amikor fölmegyek a színpadra, akkor nagy felelősségterhével megyek föl, és felszabadult is akarok lenni egyszerre. És nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy sikerült megvalósítani, átadni, amivel készültünk, odaadjuk. Lejövök a színpadról, bemegyek az öltözőbe, ahonnan civil emberként lépek ki, és várnak. És el sem tudom képzelni, hogy mi a jó eget várnak tőlem. Hát most adtam oda mindenemet, amivel készültem, hetekig, sűrítve. Mindent kiadtam magam, ott várnak. És mit akar? Egy kézjegyet akar, egy közös fotót akar, de olyan tömegben, ami egyszerűen feldolgozhatatlan, és bár ezek a ragaszkodásnak és a kedvességnek is a jelei, de rendkívül fárasztóak. Tehát nekem akarja elmondani az élete történetét, dumcsizni akar velem. Ilyenkor te amiről... hogy jelszel? Meghúzod a falat, és azt mondod, hogy nem, én nem tudok ehhez asszisztálni. Hát én emberi dimenzióban élek. Hát én nem proféta vagyok, aki most utána beszélgetni fog velük. Hát miről beszélgessek arra, hogy ő hogy lát dolgokat, vagy legtöbben el akarják nekem magyarázni, hogy ők miért látják másképp, és hogy én miért nem látom úgy. Én nem akarok ezekről a dolgokról beszélgetni. Hát különösen a véleményemről meg különösen nem szeretik vitatkozni. Azt sem érlegeled ilyenkor, hogy például olyan ember, aki elfogultan, végletesen szeret téged, ezért nagyképűnek, arrogánsnak és a fölfelé szállt gondolat. Ez szokott lenni a természetes reakció. Hogyha én nem azt csinálom, amit ő képzelt nekem, hogy nekem csinálnom kell, akkor mindjárt rossz fej vagyok. Hát ez teljesen egyértelmű. Te soha nem is adtál mindenre alapot? Nem tudom, hogy én most tök őszintén beszélek, abszolút, nem? Abszolút. Én mindig őszintén beszéltem. Hát mindig igyekeztem őszintén beszélni, éppen aktuális szellemi készenléti állapotomhoz képest, vagy annak megfelelően. De gondolom, nem először találkozom. Soha nem mondtam azt, hogy én elvárom bárkit, hogy megvegye a lemezet. Soha nem mondtam ilyet. De gondolom, én örülök, természetesen nagyon örülök, hogyha megveszik a lemezemet, boldog vagyok, tényleg, az egy klassz visszajelzés. Örülök annak, ha sokan vannak a koncerten. Én annak is tök örülni, ha nincsenek sokan a koncerten. Én nekem örömet okoz, hogy a színpadra mehetek, és tehetem a dolgomat. De miért kéne nekem a szolgálati időm lejártával ilyen lelkifogadó napot tartani? Én nem értem. De nekem nem ez a dolgom. Hát az a baj, hogy az embereknek nincsenek családjaik, barátaik, szeniorjaik, akivel meg tudják beszélni. Már nem szentek a példaképek, mint néhány évszázaddal ezelőtt, hanem kosárlabdázók, meg popénekesek, és velük akarják megvitatni az élet nagy dolgait. Ez tragédia. Őszintén sajnálom őket, de én nem tudok ezt asszisztálni. Mondok egy példát. A fiammal vagyok egy foci meccsen. A srác élvezi, én azt az ő örömének örülök, és oda jön egy manusz, de most nem egy jön oda, hanem több, hogy most akkor ez a Facebook, ez a halálom, hogy most a Facebookra egy képet. Mondom, én a gyerekemmel vagyok itt. Én szívesen adok egy aláírást, hogy kvázi emlékül, hogy itt most nagyon nem is találkoztunk, most mindegy, de én nem szeretnék fotón rajta. Hogy miért nem? Mondom, mert nem ezért jöttem.
De nem kell megmagyarázni se kell. De én most szívesen elmagyarázom, hogy próbáljuk megérteni. De nem érti meg, mert ő csak azt látja maga előtt, hogy holnap kiteszi a képet a híres hülyével, és akkor lesz 83 like. Itt ülök, itt dedikálunk, ezen a pódiumon volt az asztal, 13 órán keresztül jönnek az emberek, tehát én konkrétan délután 3-tól hajnali 4-ig, ezt egy 2 perces pisi szünettel kolokváltam, úgyhogy az az ipsi, aki mellettem húzta a strigulákat, hogy önszorgalomból, hogy egyszerűen megszámolja, hogy hány embernek dedikál ki ilyenkor, az 1:30-kor koppant a homlok az asztalon, de én még írtam. Akkor jön egy ilyen manus, teljesen normálisan öltözött, normális, nyílt arcú, nyílt tekintetű srác, rám néz, kiteríti 10 borítót, és azt mondja, Ákos, ezt most léces írd alá. Nagyon megérint az, amit írsz, ez a mély lelkiség, ami árad a dalaidból, tényleg, szóval nem is gondoltam volna, de nagyon megdöbbentő számomra, és köszönöm neked azt, hogy tényleg te is hiszel az UFO-ba. És akkor ott ülsz, és erre nem lehet mit mondani, tehát nem mertem a tekintetemet fölemelni. Nem mondtad, hogy nem hiszel. Hát szerintem ez nyilvánvaló. Tehát, hát neki nem volt az, és ezért érdekes egy ilyen beszélgetés. Vele? Hát mit csinálják vele? Hát ez magyarul, hogy ki mit ért, hogy ért, mit gondol, hogy azt gondol, hogy én mitológiai személy vagyok, és nem tudok repülni, vagy ettől nem tudok repülni. Én például éreztem úgy, amikor Abdaik halálhírét meghallottam a rádióban, az úgy éreztem, hogy egy személyes családtagom halt meg. Úgyhogy soha nyilván soha nem találkoztam vele, semmit nem tudhatok a valódi életküzdelmeiről. De lelkes olvasójaként úgy éreztem, hogy az, ha az én életem része lett ő, akkor picit talán én is az életének része lettem, de soha nem áltattam magam azzal, hogy én most majd John Updike-kal fogom megbeszélni a dolgaimat. Azért, amikor oda mentél Bonohoz, és volt 5 percetek, amikor beszélgettetek, ugye ti voltatok az előzenekar a YouTube-nak. Igen. Azért odaadtál neki egy angol CD-t, egy igen, Ákos igen, angol de CD-t. Igen, de pont erre beszélek, hogy nem elvettem tőle valamit, a figyelmét, az 5 percét, a életenergiáját. Tehát nem levámpírkodtam róla valamit, hanem úgy gondoltam, hogy én annyi mindent kaptam attól, amit akkor a One című dalokat hallgattam rogyásig, de egy hétig úgy ment a lemezjátszóra, hogy az az egy dal be volt állítva repeatre, és éjjel-nappal ment. Én konkrétan akkor is, amikor aludtam. Basszé. És akkor bementem hozzá, és ezt elmeséltem neki, és azt mondtam, hogy tudom, hogy ez magának semmit nem jelent, de itt van egy kis angol nyelvű CD-m, és akkor nem. Jó, tehát úgy tűnt, hogy annyira be van tépve koncert előtt 10 perccel, hogy tükörképek is köszönt volna, de így tűnt, lehet, hogy nem így volt. Egy centi vastagon le volt alapozva, magas sarkú cipővel mellközépig ért, és egy picit fura volt a valós találkozás, és ilyen kékes-feketére volt festve a haja. Érdekes volt egyébként, hát ez egy akkor már óriás világsztárok voltak, tehát tényleg szó szerint bármit megengedhettek maguknak, és egy nagyon izgalmas show-t hoztak, nagyon érdekes volt végignézni az egész technikai felépítményt, ahogy ők dolgoztak, nagyon tisztelem őket, éppen egy hónappal ezelőtt is voltam Londonban egy koncertjükön. Te ilyenkor le tudsz venni bármilyen megoldást, amit itthon tudsz alkalmazni? Lopsz, csúnya szóval élve? A helyzet az, most nagyon nagyképű dolgot fogok mondani, hogy nagyjából mindent tudunk erről a műfajról, amit most erről tudni lehet. Azt, amiben ők sokkal jobbak, azt a piac méret teszi lehetővé. Tehát én a O2 arénában, ez egy 20 000-es aréna, ültem egy elég rossz színpad mögötti helyen, mondjuk 80 000 magyar forintnak megfelelő jegyárért, amit Magyarországon elképzelhetetlen, és akkor éppen a 8. bulit nyomták zsinórba, vagy 7. vagy 8. Tehát egyszerűen egy más influx van, egy más gazdálkodási alap, egy teljesen más kategóriájú büdzséből dolgoznak. Viszketni a tenyered, hogy noha nagyon szeretsz, és jól érzed itt magad, és szeretsz magyarnak lenni, de hogy egészen másfajta horizonton belül legyél ekkora népszerűségnek örvendő ember? Tök őszintén és nyugodtan mondhatom a hitetlenkedő nézőknek is, hogy ez elmúlt. 20 éves koromban, vagy 21 éves koromban úgy éreztem, hogy hát nekem, ahogy Krúdi írja, hogy akkor a tehetséget észleltem magamban, hogy úgy éreztem, hogy ennek az ország határokon is át kell burjánozni, és nagyon határozott és sorozatos lépéseket tettem ez ügyben. És ez kiderült, hogy ez nem fog menni. De nem csak lehet a személyes tehetség hiánya, lehet sok mindennek a hiánya. Én azt deriválom abból a tapasztalatcsomagból, amit ott szereztem, hogy nem ezek számítottak, hanem egészen más geopolitikai okok, vagy hát nem tudom, valahogy én utánam is jöttek nálamnál tehetségesebb emberek, és odaadóbban dolgozni tudó emberek, és még senki nem ért el áttörést, talán nem véletlen.
Tudom, hogy nem annyira szereted, amikor a maximalizmus szóba jön veled kapcsolatban, és itt, ha valaki nem pejorálva érti mindezt, akkor ez én vagyok, hogy e tekintetben párokapcsolást hajtok itt most végre. Elmélyülve, érdeklődve a te tevékenységedet illetően, a borítóképeket te tervezed, vagy ott vagy a grafikus mellett, adott esetben persze. Éjjelig. Hát az én nevem van a borítón. Azért ez ritka. Nem csak Magyarországon, szerintem világviszonylatban is. Hát szerintem világviszonylatban biztos van példa. Van rá példa, de nem gyakori. Lelkes magyar előadók is vannak. Hát ez... Nem bízol annyira másban, mint saját magadban? Nem erről van szó. Én meg tudok bízni másban. Egyre jobban meg tudok bízni másban, mert azért az idők során, hogy úgy mondjam, kinevelődtek mellettem olyan emberek, akiknek nagyon komoly részfeladatokat oda lehet adni teljesen, és néha belegondolok és borzadok, hogy mekkora feladatokat adok másoknak, amit nem is ellenőrzök le. Ez mióta van így, hogy már nem ellenőrzök? Hát az utóbbi egy-néhány évben van így, de ez tényleg azért, mert most már több mint 10-20 éve van ez a helyzet, hogy ezek az emberek jönnek velem, és egyre több feladatot vesznek le a vállamról. Zárójeles kérdés, nagyon nehéz bekerülni úgymond a bizalom körödbe? Tehát, hogy elenged a kezét, és azt mondod, hogy nagyjából egészében tudja, hogy mit akarok? A bizalmi körbe bekerülni azt szerintem nem nehéz. Munka frontján. Az, hogy odaadjak valakinek egy munkát, amiben teljes önállósággal dolgozhat úgy, hogy én már le se ellenőrzöm, de az én produkcióba épül be, az egy-két emberről van szó, és évtizedek után. Uh-huh. Tehát ez teljesen természetes, nem? Hát mégis az van kiírva a plakátra, hogy Ákos, hát szeretném tudni, hogy ebben milyen tartalmak vannak benne. Hát ez nyilván valahol valamilyen szint az élen engem tükrözne. Én nem azt mondom, hogy ez mindig sikerül, de hát a törekvés az ez. Szerinted, ha te mondjuk 5 vagy 6 nagyon meghatározó területet kiengednél úgy a kezedből, hogy rábíznál egy profira. Úgy profira, hogy aztán tényleg nagyon jó, csak nem az én kezem nyomát viseli. Aki mutassa már be ezeket a profikat nekem előtte. Nem tapasztalsz ilyet magyar viszonylatban? Mondjál részterületeket, és mondjál mindenkre 5 profit. Sajnos nem, ennyire nem tudom. Na, hát ez az. Hát ez a helyzet az, hogy ez egy nagyon kialakulatlan, bizonyos szempontból az alapokat tekintve nagyon slendrián műfaj, ez egy alulról jövő kezdeményezés a popzene, mint olyan. Beszélgettünk sok mindenről, és például a gyerekkorról és a szülői cölöpökről, és én úgy tudom, hogy te például azt, hogy vallásos vagy, azt a szó klasszikus értelmében nem otthonról hozod, mélységeiben, hisz nem kaptál annyira erőteljes vallási nevelést. Mi volt a fordulópont, ha kérdezhetlek? Nem is vagyok annyira vallásos, mint azt rólam sokan képzelik, de ezzel kapcsolatban élnek tévképzetek az emberekbe, különösen azokban, akik nincsenek közel a hitnek a világához, vagy annak a helyeihez, vagy nem ismerősek ebben a világban, és akkor hajlamosak ezt misztifikálni, meg egyebek. A szüleim, az édesanyám az katolikus családban nőtt fel, apám református volt, ráadásul a Szászvárosi Erdélyből származik, és végül úgy egyeztek meg, hogy a két fiút, Balázs öcsémet és jó magamat katolikus hitre keresztenek, de nem volt tartalommal föltelítve ez a gesztus, hogy így mondjam, viszont az összes családi ünnepünk az sátoros, ugye idézőjelben mondjuk, sátoros ünnep volt, tehát amikor felnőttek lettünk, öcsém is hasonló úton jár ebben, mint én, akkor ez mind a kettőnk számára valahogy fontos lett, hogy ezeket a megkapott kereteket saját tartalommal próbáljuk feltölteni. Hogy mi volt az egy fordulópont? Én történetesen az öcsém szentségi házasságán voltam a Szent Jobb kápolnával. Ott egy idős pap, nevezett dr. Farkas Attila atya adta őket össze, és amit ott ő mondott, ahogy mondta az egészhez való hozzáállása, nagyon megérintett engem. Akkor felkerestem az atyát, hogy foglalkozom velem, és akkor rám szánt az időt, akkor összeadott a feleségemmel. És hát azóta is én úgy szoktam mondani, hogy a lelki vezetőm. De hát én, hogy mondjam, én sokkal félszerzetibb létet élek, mint azok az emberek, akik esetleg jobban mélyebb hitéletet élnek. Vagy világiasabban, ugye? Sokkal világiasabb vagyok, igen. Tehát van olyan művész barátom, aki napi szent áldozó. Tehát naponta áldoz. Napi szentmisékkel indítja a napját. Hát én ezt nem tudom megtenni. Ami egyelőre nem tudom, tehát jelenlegi helyzetben. De időd nincs rá, vagy egész egyszerűen a készítés nincs meg? Sok minden hiányzik, a idő is, meg a készítés is hiányzik, igen. Tehát én ennél, tehát azt tudom mondani, hogy én ízig-vérig világi ember vagyok, minden velem kapcsolatos
ilyen vallásos illúzió, amit mások próbálnak rám kenni, ez csak máz. Úgy érzem, hogy van hitem, ez van, hogy erősebb, van, hogy gyengébb, mert én is egy ember vonék. Tehát, de ebbe az ugó árba, amiben az ember élni kényszerül, abban legalább tudni szeretnék arról, hogy van jó irány, és ezen a jó irányon szeretném tartani a tekintetemet. Ez nem azt jelenti, hogy mindig e felé tud az ember menni. De tudsz mondani egy még ránk tartozó példát, és nem akarok intim dolgokat feszegetni. Ez egy intim beszélgetés, miért ne lehetne? Akkor köszönöm, amikor úgy éreztette, hogy valamiért megrendült a hited? Nem, ilyen nem volt még. Akkor hogy elgyengült volna? Volt ilyen, amikor úgy éreztem, hogy nincs értelme az életemnek. Amikor valamiben nagyon sok érzelmi energiát töltöttem be, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én szerettem volna, akkor azt éreztem, hogy valamit nem jól csinálok. Igen. Tehát sokszor van ilyen, hogy az ember a hitébe elrenyhül, de azért elveszteni a hitét az embernek az egy nagyon drasztikus dolog velem. Azt hiszem, ilyen nem történt, még arra emlékeznék. Tehát sokszor éreztem azt, hogy az Úristen alszik, vagy nem figyel rám, vagy nagyon sok dolga van. Olyankor milyen vagy? De ez nem igaz egyébként, csak az ember, nem tudom, az ember fásult, vagy cinikus, és akkor ilyeneket gondol. Ilyenkor a hibát magadba kerested, a közegbe, a világra haragudtál, a feljebb valónak mondtad azt, hogy de miért sajnos, nem? Sajnos az a nagy bajom ez nekem, hogy én nagyon látom a hibáimat, szóval nem tudom, hogy baj ez, lehet, hogy ez jó, de hát az jobbára az ember azért magába keresi a hibát, van a környezetben is hiba, és egyszerűen vannak feloldhatatlan helyzetek, ezt megtanultam vénségemre, hogy van ilyen, hogy egyszerűen hiába a legjobb szándék, akkor sem megy. És akkor az ember a között választhat, hogy bemarad a présbe, a nyomásba, és tűr, vagy felborítja az egészet, hogy a túlnyomás ellenében dolgozik, és akkor szétfeszíti a kereteket, vagy egyszerűen csak arrébb lép, hogy ez a nyomás ez valahol máshogy folyjon le. Ezt nem tudom ennél konkrétabban abszolút mondani. Abszolút értem, csak mennyi időnek kell eltelni, hogy az ember kellő távolságtartással és objektivitással éveknek tudja. Éveknek kell tenni. És neked volt olyan periódusod, amikor ezen évek alatt igen. Nagyon-nagyon mélyen voltál? Csak mondjuk hát mi persze. Ezt nem láthattuk? Hát persze. Persze. Szokták kérdezni, hogy vagy van ez a profizós elutasítás, hogy te profi vagy, és nem tudom, hidegszívű vagy. Hát aki, tehát sok minden rosszat lehet róla mondani, hogy hidegszívű lennék. Szerintem ezt nem. Vagy hogy ne lelkesen állnék színpadra, ezt is szokták mondani. És hogy, mert hogy te mindig magabiztosan állsz színpadra. Hát szerintem a színpadon már nem illik bizonytalankodni. Az ember mögött rengeteg küzdelem, vívódás, keserűség van, mire odaér. Hát ez a színpadon a közönségnek ez semmi köze nincsen. Hát nem dokumentumfilm, hanem egy előadás. Azért álljon már meg a menet. Hát akiket én hallgattam, néztem, a filmek, a könyvek szerzői, az előadók, azok nem tipogtak a színpadon, meg bénáskodtak, hanem fölvittek valamit, ami a dalaikban megjelenik az érzékenységük, de az érzékenységet nem úgy jelenítik meg, hogy bénáskodnak, mert az olyan mély. Szóval, és akkor azt mondta erre az a beszélgetőtársam, és ez miért nem látszik abban, amit csinálsz, hogy vívódás van mögötte. Hát ha nem látszik, akkor rossz szemmel nézel. Hát ezt simán elő tud fordulni, az ember fölmegy egy színpadra, és mondjuk nem vagyok torkomnál, vagy lelkileg valami nyomaszt, és minden hangért meg kell küzdeni. És lejövök a színpadról négy kézláb, hogy hú, basszus, sikerült megcsinálni, amit akartunk, de azért ez küzdelmes volt. És másnap elolvasom, hogy ilyen lelketlen, jéghideg, profi szart az életemben nem láttam, írja az egyébként mondjuk 300-es olvasottságú portálon valaki. Hát ilyenkor van fura dolog történik, hogy a valóság nem korrelál az mi érzésünkhöz, vagy az övéhez, aki ezt írta. De szerinted téged a sikerek tettek magabiztossá, hogy a magabiztosságodnak köszönheted a sikereket? Hát én nem tudom, én nem is érzem magamat annyira magabiztosnak, mint mindig magabiztosnak mondanak, de mert nem látjuk a vívódást. Hát de nem is kell. Nem is kell. Az olimpiai bajnoknak látjuk a vívódást, hát ha vívó, akkor látjuk, de egyébként nem látjuk. Uh-huh. Tehát látjuk azt, hogy eltörik a kard az edzésen. Honnan? De hogy látjuk? Látjuk azt, hogy hajnalba kell kelni?
A tornászokról tudjuk, hogy mikor orosz módszerrel képezték a tornászainkat, a Fehér tenyér című filmben meg lehet nézni, ugye? Akkor ezeket verték, ezeket a gyerekeket, fizikai kényszerek hatására lettek. Ezt látjuk? Nem. Mit látjuk? Az, hogy mit tudom én, mondjuk egy tornászt, Nadia Comăneci, akkor hát ugrott, hogy még az életibekvet nem láttunk. És azt láttuk, hogy milyen kínok voltak ezek? Nem. Miért nem? Ez senkit nem érdekel. Az például egy kínokkal teli időszak volt, mikor a bonanza megszűnt. Én úgy tudom, volt, hogy te akkor el akartál menni Jordán Tamás, az el is ment, és egy rövid időre oda vettél, hogy színész tanonc lesz. Színész tanonc voltam. Az első leckém az úgy zajlott, hogy azt mondta, hogy te most egy férfi vagy, aki nagyon idegesen vár. Játszd el a többiekkel. Ott ilyen, hát nem tudom minek, nem, színész tanoncok, amatőr, a színész aspirások között. Ültem, engem befogadott, szívvel fogadott, nagyon nem volt elnéző velem, de szeretetteli volt velem. Kiállított eléjük, tessék. És én idegesen vártam. Mondta, nagyon jó Ákos, te most itt minden eszközt felvonultattál, amit ebben a színű tanodában tiltunk. És akkor rögtön a többieket feltöröltem a padlót. Jól tett egyébként, nyilván rosszul csináltam a dolgomat. Akkor fűhözt rához kapkodtam, mert ott illúziók dőltek romba. Milyen értelme? Annak rendje és módja szerint. Hát ezek ilyen gyerekillúziók voltak. Ez egy gyerekkorban elkezdődött közös munka volt, akkor se tudtuk még, hogy munka. Nagyon rövid időn belül óriási országos siker lett belőle. Akkor megjött az országos sikerrel az a sok ostobaság, amiről már korábban is beszéltünk. Akkor nem volt még internet, meg Facebook, ezért volt helyette az Zuhanyhíradó, meg a Szájhagyomány útján terjedő eszméletlen történetek. A Gábor beteg, a Ákossal nem tudom mi van, és az ott már meg is halt, tehát körülbelül így mentek. Tehát eszméletlen, ugye tini rajongóink voltak, azok mindig színeztek, mindig valamit kitaláltak rólunk, szóval olyanok voltunk, de képregény hősök, hát ezt nem lehet kibírni. Tehát rengeteg feszültség is felhamozódott bennünk, akik lényegében lelki értelemben még biztos kamaszok voltunk, fiatalok voltunk, felkészületlenek voltunk. De mindegy, hát ez úgy látszik, hogy vele jár, csak ezt senki nem mondta előre. Ugye szegény apám mondta egy időben, mikor nagyon nyafogtam ilyesmik miatt, hogy hát fiam, ez ezzel jár. Hát honnan tudna az én drága jó apám, hogy egyáltalán mivel jár, és ezen belül mondjuk a pop ismertséggel mi jár. Hát senki, tehát nem volt egy szerződés, amit elénk raktak, és legalább az apró betűben ott lett volna, és hogy ez még lehetséges. Ugye? Hanem kicsit olyan az volt az érzésem, most hát tisztesség, nehézség szóval, hogy járatlan úton járunk, és ez egy idő után megviselt. Tehát a siker az pont olyan megviselő lehet, mint a kudarc. Csak egy kicsit a fejed is összezavarta? Hát remélem, hogy nem. Hát én az egyetemi vizsgáimra készültem a turnébuszba, tehát azért a realitásról kapcsolatomat nem volt módom elveszteni, mert én a Marx összest vittem a turnébuszba olvasni, és teklámpával a fülem mögött jöttem haza a Jászjákó Halmi koncertről, hogy elolvassam másnapra a Tőkéből a előírt fejezetet. Tehát olyan nagyon nem volt idő a popsztárkodásba elmélyülni. Sokszor hallottam, hogy ez mennyire megtörtént velem, hogy elvesztettem a valóságérzékelésemet, de hát ez nem volt igaz. Most meg a családom tart a földön, mert a négy gyerekemet rohadtul nem érdekli, hogy apukának decemberben nagy koncertje lesz dupla. Azt kérdezik, hogy hol vagy apa esténként. Hát nem mesélsz. Hát arról szól, hogy a kis Nikolából felolvasod a fejezeteket, holott én 6-tól 10-ig a zenekari társaim a csörempölök egy próbahelyen. Visszaugorra belevágtam a szabadba. A bonanza megszűnés, akkor volt egy légüres tér, és akkor azt mondtad, hogy mindenhez belekaptál, és próbáltál kitörni ebből. Hát ebből lett a szóló ténykedés, ugye az indián tázdalait akkor írtam. Meddig tartott az, amíg te abszolút bizonytalannak érezted a magad körül? Nem, hogy 2 hónapig, az kicsit olyan volt, mint a 2 hónapig alkoholista lettem volna. Tehát ilyen a bánat delíriumába töltöttem 2 hónapot. Szerinted nekem ez visszatérő probléma. Szerinted kell a kudarc? Biztos, hogy kell, igen. Az a példabeszédem nekem, de lehet, hogy rosszul nyúlok ehhez a témához, ezért nagyon sokat gondolkodom, hogy ott van Picasso és Van Gogh. Mind a 2 korszakos jelentőségű. Már akinek. Igen, de mondjuk úgy, hogy a egyetemes narratíva a, szerint. Igaz. A kánon szerint. Igen. Az egyiknek megadatott a siker, Picasso-nak megadatott. Utolsó éveiben is fiatal lányok vették őt körül. Van Goghnak semmi nem adatott meg. Halála után. Szegény, úgy kellett a fülit elküldözgesse. És igen. Mind a 2 sikeres volt, az egyiknek kudarcokkal, a másiknak egyáltalán nem kudarca. Igen, hát a... Szégyeljem magam, hogy nekem nem a Van Gogh sorsa jutott. Hát nem én választottam így, hát ez a közönség választott így. A Picasso esetében is így volt. Igen, de mégis azt mondod, hogy kell a kudarc.
Hát Picasso-nak is volt, az ki tudja, hogy hát meg milyen út vezetett odáig, amíg egy vonalra le tudott rajzolni egy galambot, ami hirtelen azonnal 100 000 dollárt ért, majd egy évvel később 1 000 000 000. Ezt ne fejtsük meg, hogy a siker mögött mennyi küzdelem van. Sokszor látunk valóban talmi sikert, ami mögött semmilyen emberi teljesítmény nincs, de mondjuk ott van a háta mögött a televízió. Hát ezek az emberek koppannak a legnagyobbat, mert amikor a tévé kimegy a háta mögött szegény, akkor egyszer csak ő aztán tényleg légüres térbe találja magát vákumba, és nem is érti, hogy hogy került oda. Ezért nagyon veszélyes. De nekem nagyon nagy szerencsém az, hogy megdolgozhattam a sikerért. Tehát mindig óriás szerencsém volt. Csináltam valamit, ami engem nagyon foglalkoztatott, és sikerült rá megnyerni a közönséget. Ez egy akkora fegyvertény, hogy ez minden egyes alkalommal ez a probléma újra szüli önmagát, és ha újra meg újra sikerül le gyűrni, vagy úrrá lenni ezen a helyzeten, hogy meg kell győzni. Én nagyon szeretem azt a feladatot, hogy meggyőzni valakit. Volt olyan, hogy nagyon meg akartad győzni. Biztos voltál abban, hogy ez a projekt sikeres lesz, és meg tudjuk. Mondjuk át szereted volna egy picit pozícionálni magad zeneileg, hogy megtörténik időszakosan veled, új hangszerelésben, én úgyis és nem sikerült. Én úgyis megcsinálom akkor is, hogyha nem igazolja vissza a közönség. Az én szerencsém az volt, hogy visszaigazolta mindig. De mi lenne akkor, ha egyszer nagyon nem? Nem tudom, biztos nagyon szomorú lennék, de ha azt csináltam volna meg, amit valóban akartam volna, ez nem kevésbé zavarna a sikertelenség. Biztos akkor is zavarna a sikertelenség. De sokszor volt olyan, hogy a zenészek a hátam mögött összesúgtak, hogy micsoda hülyeséget talált már ki megint. És azt is sikerre vittük. Szerintem a legnagyobb bajok egyike, vagy hiátusai a magyar énekeseknek, hogy a zeneszámok közötti beszéd és szöveg tekintetében borzasztó rosszak, gyengék. Szerintem ebben magasan te vagy. Az nem egy könnyű műfaj azért. Ezért én sem tartom magamat ebben. Nem tartod magad jónak? Nem. Nem. Hát az egy sajátos műfaj, azt nagyon nehéz jól eltalálni. Én megmondom őszintén, hogy akkor két véghelyzetet tartok jónak magam szempontjából. Az egyik az, ha nincs ilyen átvezető szöveg, hanem egy olyan hangkollást sikerül a dalokból, egy olyan dramaturgiai ívet sikerül húzni, amelyek között nincs is szükség ilyesmire, és ha nagy néha megszólal az ember, akkor annak van valami értelme, súlya, stb. Vagy az, ami például a 7 évvel ezelőtt a 40 című műsorunknál volt, amikor minden dal előtt elmondhattam egy sztorit. Ilyen már-már. Te is azt mondod, hogy nagyon jók voltak. Nekem is a stand-up jutott eszembe. Úgyhogy ez teljesen valós sztorik voltak, tehát arról, hogy mit mondott az apósom, mikor először kísértem haza a Krisztinát, amikor még az messze nem volt tudható, hogy 4 gyerekünk lesz meg egy év, vagy a dal születési körülményei, vagy mikor találkoztam Phil Collins-szal, vagy ezeket a sztorikat, ezeket olyan jó közreadni, mert egyrészt egy értő, elfogadó, pozitív közegben beszél az ember, egy furcsán a színpadi emelkedettségből mintegy kiszólva, kicsit úgy, mint a görög drámában a kórus, hogy kiszólt a közönségnek, hogy hello, itt erről van szó, és utána eljátszunk egy dalt, amiben benne van a katarzis lehetősége. De azt te poénra kitaláltad, ugye? Mármint a szövegeket? Igen. A szövegek azok az előadások során alakultak ki, és a végül az majdnem, hogy mint ahogy a stand-uposok se ott találják ki, ugye a stand-upos rettetes spontának tűnő poénjaikat, ezek is megír dolgok. Én ugye nem írtam le, de szép lassan, és volt szerencsénk több eladást játszani, szép lassan beállt, hogy melyik dal előtt melyik sztorit tudom elmondani, és a végén már abból volt poén, hogy ugyanazt a sztorit úgy mondjam el mondjuk 17-szer, hogy a zenekar is röhögjön a hátam. És röhögtek. Bizony volt ilyen. Bizony volt. Ez akkor az nagy sikerélmény volt, hogy aki először hallotta a történetet, annak ütött a poén. Te erre treníroztad magad? Nem. Nem? Ez azt gondolod, születés a képesség? Nem, hogy lehet trenírozni, hogy az ember egy edzőteremben is akkor poénra trenírozni? Nem poénra, előadói készséget, prózában. Nem? Hát énekorát se vettem, gitárorát se vettem, sajnos ezek mind haladszanak is. Úgy gondolod, hogy haladszanak? Azt gondolom, hogy igen. Hát azért látom, hogy zenészekkel zenélek, tehát azért tudom, hogy milyen az, amikor valaki maga biztos egy hangszeren. Te nem érzed magad olyan értelemben magabiztosnak? Hát én a magam dolgát eljátszom, de a zenész az egy másik kategória. Hiányzik valami neked ez idő szerint az életedből? Hát akinek semmi nem hiányzik az életéből, az nagyon szomorú ember lehet. Persze hiányzik sok minden, de semmi vitális nem hiányzik. Tehát nekem nagyon sok öröm jutott. Tehát amellett, hogy most talán időnként úgy tűnhetett, hogy panaszkodom, azt tudom elmondani, hogy
amellett, hogy sokfajta indulattal, ami engem ér, nem tudok mit kezdeni, és nem tudom hova tenni, és őszintén nem találom a forrását, mert az, amit én mondok, énekelek, amivel én próbálkozom, ez egészen biztosan nem árt senkinek. Ezért, ha valaki emiatt ártani akar nekem, azt soha nem tudom igazán jól értelmezni, hogy jó helyre tenni. Megszoktam, hogy így van, volt időm és módom hozzáedződni, hogy vannak bizonyos támadások, de mindezeket messze felülírja az az emberileg feldolgozhatatlan mértékű szeretet, amit ebben az országban kaptam előadóként, szerzőként. Tehát olyan elképesztő visszajelzéseket, olyan tömeges elfogadást, amit minden pályatársamnak kívánok, hogy egyszer élje meg, hogy ez milyen. Tehát egészen másképp él az ember azután, hogy ezt egyszer megérte. De persze ennek is vannak olyan megnyilvánulásai, amit nehéz az embernek az életébe beépíteni, vagy ezzel együtt élni. De az, amikor az ember körülnéz egy színpadról, és olyan tekinteteket lát, amelyekre támaszkodni lehet, akkor azt gondolja, hogy hát nagyjából ennél többet nem lehet elérni ebben a műfajban. Ennek csak akkor van igazán értelme, ha egyszer valahogy lecsapódik. És akkor oda jön hozzám egy ipse, és nem az UFO-król beszél, hanem arról, hogy most valamit megértettem, és nem segítenél nekem, hogy tudom, össze akarok házasodni a szerelmemmel, hogy hova menjek. És akkor én azt mondom, hogy én ezt tudom, hogy ez egy nagy döntés, hú, ez egy nagyon komoly dolog, a te hatásodra akarunk menni, nem lehet-e oda, ahol te jártál, nem tudsz ahhoz elirányítani, és akkor elirányítom, és akkor állok, küldenek egy engesztelő szent ajándékul egy meghívót például az esküvőkre. Hát most ezt úgy mondom, hogy a házasság ez egy nagyon törékeny intézmény, különösen ebben a korban, ahol élünk, de hogy valaki, most nem, ez talán egy túl konkrét példa volt, de ezt akartam ezzel csak mondani, hogy az ember akarva, akaratlanul hatással lesz mások életére, és ebből vannak nagyon-nagyon pozitívan, finoman, elegánsan, udvariasan visszacsatoló dolgok, és ezek nagyon értető erőt adnak az embernek. Ez 100 milliószor többet ér, mint 1 millió aláírás, vagy nem tudom, közös selfie kép. Tehát valóban sikerült olyan emberekre találni, akik nem minden kritika nélkül várják azt, amit az ember mond. És az, ami egy ilyen termékeny talaj, vagy ki tud jönni a kis magból, ki tud kelni a növényke. Hát nőjön akkor sok növény, és örülök, hogy láttunk, és ezt nagyon őszintén mondom. Én is köszönöm a beszélgetést. Ez volt Kovács Ákos arcképe. Mi itt leszünk a jövő héten, és tartsanak velünk akkor, és addig is minden jót kívánok, vigyázzanak magukra.